Sziasztok! Itt vagyunk az újabb trió epizódban. A mai epizódban... Nem boxolni fogunk. A mai videóban, mivel utóbbi időben elég fontos lett az újrahasznosítás, arra nagyon gondoltunk, jó emberek vagyunk, így van. Tényleg, arra gondoltunk, hogy a mai videóban megpróbálunk a legjobb dolgot kihozni DIY módon szemétből. Olyan dologból, ami amúgy a kukába kerülne, de mi megpróbáljuk újrahasznosítani és új életet lehelni bele. Mindenki hazamegy a mai nap folyamán, kiüríti a kukáját otthon. De ha hol? Mondjuk kartondobozokat, kartonpapírokat a szemetes mellé raksz, mert nem fér bele a szemétbe, azért. Van időlimit? 12 óra. Holnap találkozunk a kis jó, tónak. Nézzük meg holnap, mi lett belőle. Jó. Na, itt vagyunk holnap. Hazaértem, és még mielőtt felkutatnám a szemeteseimet, arra gondoltam, hogy mivel a srácokkal abban egyeztünk meg, hogy végül is ami a szemétbe kerülne, az felhasználható a projekthez, ezért először megnézem, hogy mi az, ami a garázsban van, és igazából már rég ki kellett volna dobni. Gyertek le velem a garázsba, nézzük meg, hogy mi van lent, és próbáljunk összeszedni egy-két valamit. Hát, ha jön valami inspiráció vagy ihlet, utána a szemetesnek a tartalmával együtt összekombinálva ezeket a dolgokat a garázsból, valami jót ki tudunk találni. Egyelőre még fogalmam sincs, hogy mit csinálunk. Ezek itt egyébként nem feltétlenül a kukába valók, úgyse tudom felhasználni másra, úgyhogy itt lehet, hogy egy pár ilyen kis cserepet, vagy kaspót, vagy valamit fel fogunk használni most. Azokon kívül pedig van egy csomó olyan dolog, ami igazából szintúgy a kukába kéne, hogy kerüljön, vagy elégetném, mert ez szimpla fa. Ezeket szerintem felhasználhatom, mert ennek tényleg a szemetesben lenne amúgy a helye, és csak hogy lássák a srácok, hogy tényleg nem olyan fát használok, ami amúgy tök jó állapotban van. Használhatnám ezt a lécet is, ami itt van, 4 méternyi léc van körülbelül itt még, és ez tök jó barkás projekteket lehetne belőle csinálni. De betartom a szabályokat, úgyhogy tényleg maradék fát fogok használni, egyelőre felvisszük. Arra gondoltam, hogy ebből valamilyen vázát vagy kaspót csinálok, de most eszembe jutott más valami, úgyhogy ezeket is fel fogjuk használni. Itt van egyébként ez a zöld hulladékgyűjtő kis hát volt esőtartály, és ebben már nagyon régóta szárítok bambuszokat, amiket én vágtam ki, úgyhogy ezt is felhasználjuk. A tervem az, hogy egy lámpabúrát fogunk csinálni, ebből kiindulva. Nagyon régóta szemezek, hogy kidobjam-e ezt a lámpabúra foglalatot, és igazából eddig nem dobtam ki, viszont most örülök, hogy ez erre nem került sor, ugyanis ezt fel fogom tudni használni, akkor lássunk neki a munkának. Harry vagyok, a nagy DIY mester. Szerintem kétfajta ember létezik, az egyik az, aki például egy IKEA szekrényt szeret összerakni, és ez neki kihívást jelent, örömet okoz. Na én nem ez az ember vagyok, pont az ellenkező, utálok mindenféle ilyen dolgot csinálni. Valahol ezért mérges vagyok magamra, valahol nem, mert nem érdekelhet minden. Ma viszont kénytelen leszek valamit össze eszkábálni szemétből. Az a helyzet, hogy gyűjtögettünk egy kis szemetet. Van egy pizzás doboz, van itt egy kis ilyen kajatál maradék, meg van itt egy tancacskó szemetünk, plusz még lent is van, itt van még egy kuka, műhelyből hoztam át, ebben van pár parafa, úgyhogy még ezeket a parafákat megpróbáljuk felhasználni majd. Az én kis tervemhez, ami nem más, ipari ragasztó. Ha jól emlékszem, a srácokkal azt beszéltük meg, lehet használni fúrót, csavarhúzót, tehát amivel összerakjuk a dolgokat, meg ragasztót. Én egy dolgot fogok használni, ragasztót. Na, de mi a terv? Gyerekkoromban nagyon-nagyon sokszor építettünk a nagypapámmal hajókat fából. Szóval arra gondoltam, hogy csinálok egy hajót. Kezdjük azzal, hogy kell egy hajóforma, amihez kell egy olló. Van nálad olló? Igen. Bent, ugye? Nem, egy ollóért. Fő! Na jó. Na jó, nézzük, mi az, ami használható. Ezek nagyjából használhatóak. Gyors letöltöm az asztalt, mert undorító. Találtam 2 műanyag flakon, 1,5 literes. Találtam 2, egy sima kupakot és egy műanyag kupakot. Találtam, ezzel szerintem szerencsém volt, egy befőttes gumi. Ez szerintem nagyon jól fog jönni. Egy fóliát, egy lyukas pólót, sajt csomagolást, tejfölös dobozt, egy tojásos kartont, és az üdítőmből egy üres, még nem lefóliázott verziót, kicsit össze van nyomva, de talán valamire jó lesz. Nézzük meg, hogy mikkel tudunk dolgozni. Villanatragasztó, olló, különböző csavarok, különböző bútorokból, cikszallag. Szerintem nem fog kelleni, de itt van a fúrógépem is. Kalapács. Találtam arany festéket, ez ilyen festékspré. Szerintem ezzel majd jól tudjuk díszíteni, bármit is csinálom. Na csak az a kérdés, hogy mit csináljunk. Adjatok egy picit gondolkodni. One eternity later. Gréta! 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 Gréta!
Én építek egy magyar aranyhuszárt. Ne kérdezz, hogy honnan jött ez az ötlet. Főleg innen kivágom ezt a magyar címert, kezdjük ezzel. Úgy megvan. Hungary! Tökéletes lesz a tojásnak ez a gömb izéje, fejnek. Alright, ez egy fej. Kell neki egy test. Na most itt az a kérdés, hogy a tejfölös bödön, vagy az üdítőmnek a doboza legyen a test. Talán, hogyha a fejet nézzük, akkor ez még ide rá is passzol, jó rá lehetne ragasztani talán. Arra gondoltam, a hajó alapja, hát az hajó formájú kell, hogy legyen. Mi legyen a hajó alapja? Legyen pizzás doboz. Mert az a tervem, hogy lebegjen is. Ha vízre rakjuk, akkor mondjuk a kartonpapír, az nagyon gyorsan megszívja magát és elsüllyed. Meg erre rárakok egy kéményt, és akkor legyen a neve aszpartánmentes hajó. Itt tudom elérni a legnagyobb. Oh. Ennek csak oldalakat, csinálok pár oldalt, rá egy tetőt, arra egy kéményt. Ez nagyon büdös, ez ipari ragasztó, anyuméktól van, de valamiért ízlik. Igen, mert a technok, hát ez durvább annál szerintem. A számba bent érzem, ragasztanak az ízét, annyira erős. Egy pici szimat, és már itt lent szúr. Két oldalát most megragasztottam, az már elég jól meg is fogta, az még nem annyira. Rájön egy tető ide a tetejére, és akkor igazából elfogyott az ötlet. Az biztos, hogy belül szemetet fog szállítani, tehát ez egy szemétszállító hajó lesz. A tetejére pedig lesz rakva egy nagy kémény. Na, valami ilyesmi a terv egyébként, csak látjátok, hogy több bambuszra lesz szükségünk, hogy szépen befedje ezt a csúnya műanyagot, de szerencsére van még bőven, úgyhogy vágunk még, fúrunk lyukakat bele, átfűzzük ezt a drótot rajta, és akkor remélhetőleg eltűnik egyszer csak ez a műanyag. A bambusz körbeéri a műanyagot, úgyhogy nagyjából eltakarja jól a műanyagot. Picit össze-vissza van, de hát ez van. És beletettem ezt a foglalatot, és most pedig össze akarom kötni, és egyáltalán kipróbálni, hogy működik-e. Úgyhogy most egy kicsi villanyszerelés következik. Ezt összevagózom ezzel, ezt összevagózom ezzel. Ezek mind ilyen megmaradt dolgok egyébként, bizonyos felújításokból, úgyhogy ezt sem most vettem. Ez pedig egy ilyen dekoratív izzó, sose használtam. Ez is itthon volt, úgyhogy nem vásároltam be semmit ez a bolthoz, esküszöm. Cica, hagyd a drótot. Hagyjad, jó? Ez az enyém. Ez kell a projektemhez. Itt a te botod. Tessék. Azt, kapd el azt! Mint a hóembernél is, ez a két kupak tök jó lesz ilyen kis gombocskának, hogy ezt felragasztjuk. Azt az állat! Alright, hát nevezzünk gomboknak. Kettő üveget felhasználom arra, hogy ollóval kettő lábat és kettő kezet megcsináljuk neki. Arra gondoltam, hogy ez lesz a két lába, felragasztom a doboz aljára. Úgyis le lesz fújva az egész, de mivel a pillanatragasztó nem olyan jól működő dolog az alumínium dobozat. Jó, amúgy szerintem ezt lefestjük, ez még jól nézhet ki. A terv változott, jó ez az ipari ragasztó, csak lassú, de utána nagyon erős. Celluxszal körbe ragasztom, teszek rá egy tetőt, tudod, hogy profi vagyok ezekben. Igen. Azért nem kételkedtem. Mestermű. Úristen, de szép. Teteje szétesed, de a direkt ilyen. Napfénytető, direkt lehúzható, leszedhető. Na, a hajónk egy része megvan. Nagyon fontos, minden hajóra kell kipufogó vagy kémény. Kéményünk egy aszpartánmentes xixó lesz. De lehet, hogy csak a kóla az. Szerintem a ipari parafaragasztó jó lesz a xixóra is. Egy szabály van ilyenkor, nem baj, ha nem ehhez a anyaghoz illő ragasztót teszel. Egyetlen egy nagyon fontos szabály van, minél több ragasztót tegyél rá. Lucsogjon a ragasztóban. Jó, megvan a kémény. Biztos nem ebbe fogja ezt nyerni. És
Hát kiagyaltam ezt a bambusz lámpát itt, amit így láthattok most. Nem túl szép. Viszont most jön egy teszt, hogy egyáltalán működik-e, funkcionál-e lámpaként. Össze van kötve ez a konnektor ezzel a foglalattal. Úgyhogy nézzük. Remélem nem ráz meg az áram. Bedugom, kapcsoló nincs rajta, úgyhogy eljek a bedugom, akkor egyből világítania kéne a lámpánikot. De nézzük. Hoppá, érintkezési hibás a foglalat, de egyébként működik. A semmiből, a szemétből lámvilágosság. Akkor már csak egy kicsit szépíteni kell ezt az egészet, hogy jobban nézzen ki. Oké, most jöhet a szemét. Ez is az volt. Mármint, hogy a szemét, amit szállít a hajó. Rakunk ide egy kis túrórudit. Megragasztozom a szemetet is, hogy ott maradjon. Kormányállást az nincs, de lesz. Hát ha ez nem lebeg a vízen, akkor semmi. Jó, megvan a kapitányi állásunk. Hát ez hihetetlenül szép. Szépen, szép ne es, mert mérges leszek. Hú, ez hülye, ez menő. Jó, mert egyszínű a szívszalagban. Az a baj, nem fogja meg a... Nem marad meg rendesen a dobozon. Srácok, az helyzet, hogy elkészültem, bemutatom nektek a DIY Golden Hungarian buszát. Azért srácok, ha Ábel vagy Henry közül valaki ennél rosszabbat csinál, nagyon meglepődnék. Srácok, több órányi, izzasztó munka árán meglett a végeredmény. Nem vagyok teljesen büszke, de szomorúság, szóval úgy szerintem az arany középutat megtaláltam. Készen lett a hajó, amit csináltam. Nem mindenhol tökéletes, van ahol még egy kis ragasztónyom látszik. Itt például a medencéket fent, ezt nem igazán jó modelleztem meg. Ez egy szemétszállító hajó? Ja, ez nem a szemét, ezt is én csináltam, de ez a szemétszállító hajó. Ez az, amit ma csináltam. Csak meg akartam mutatni ezt pár nappal ezelőtt. Hajó eleje, hajó hátulja, ez a kiálló rész, gondolnátok, hogy hiba, és nem vágtam jól a parafát, nem így van, hanem funkciója ennek a kiálló résznek a hajón. Ha tolat a kikötőbe, elől a kapitány ásol, nyilván kamerák segítségével, meg matrózok segítségével be lehet manőverezni egy hajót, de mennyivel egyszerűbb, hogyha kisétál ide a kapitány, itt is van egy kapitányi állás. Az, hogy lebeg a vízen, azt megnézzük a srácokkal, kerítek vizet, és megmutatom a srácoknak, és bebizonyítom nektek is, hogy ez igenis tud lebegni, mert ez egy valódi szemétszállító hajó. Nagyjából készen vagyok a projekttel, nézzük, hogy hogy működik. Nem is olyan csúnya. Ahhoz képest, hogy szemétből van, nem olyan csúnya. És újra összegyűltünk, és elhoztuk a projektjeinket. Tiszt fogtok szavazni a kommentekbe, hogy ki lett a legjobb. Na vajon. Úgyhogy láthatok az mindenkinek a folyamatát, nézzük, kezdjük Barnival. Jó, az enyém útközben megsérült. Azt te ilyen márkás táskákat tudsz csinálni? Az enyém megsérült útközben, úgyhogy hát a nézők már látták. Wow, egy sörös üveg. Ne. Ennek még van két lába is. Nem rossz. Ja, az egyik lába fenn van. Na, ez egy úgy hívom, hogy a Hungarian Golden Hussar. Várjál, bocs, de honnan van ez kivágva? Újságban, ez a tojásos dobozom volt rajtam, hogy magyar termék. Nem, jó ötlet amúgy, kihoztad a maximumot. Hát szerintem. Harry. Na, én... az így Na, srácok, ez egy hajó. És úszik? Igen, ezt gondolom, hogy leteszteljük, persze. Tényleg? Nem teszteltem, ez a biztos. Hozok mindjárt bográsba az jó. Vizet. Ez itt egy szemétszállító hajó, hiszen szemétből lett hajó, plusz szemétből lett szállítva. Mm-hmm. Ez itt a kapitányi állás, ha esetleg nem tudnátok. Miért ketchupos? Az nem ketchup, felrobbant a fejjel a kapitány. Ez a kémény, és ahogy már Barni mondta, aszpartánmentes füst jön ki belőle. Bent a szemét. Igen. Ennyi. Várj, az a baj, hogy ő rá tud rakni egy törülközőt, úgyhogy stabil. Igen, és úgy hozta ide, hogy így lengette. Várjál! Jézusom! Na várj, na. Menj a picsába! Ez a szemét! Ez mind szemét! Mi? Ja, bekötött kábel, konnektor. Igen, ezek mind kidobándó dolgok voltak. A garázsból szedtem össze ezeket. Látják a nézők, látták. Menj a ez a kertből van. Ez az egy, ami működött amúgy. Tehát működik. Ez a lápa. De a szemétben volt?
Ez minden a garázsból van, ilyen levágott fadarabok, meg íz. Ez a kettő, ez használati eszköz, ez a vagó, és ez működik. És egyébként ez az egésznek az alapja PET palack, egy ilyen nagy 5 literes PET palack. Abba van befogatva az izzó. És ez egy lámpa. De működő lámpa. Működ. Jó, és tud úszni, mert ezt tud. Nézzük meg. Van izé, lova? Nézzük meg, hogy tud-e úszni. Mennek sincs. Na. Először tegyük rá egy normálisan. Jó. Hú, kicsit izgulom. Amúgy szerintem fog úszni. Hogyha jól ki van balanszírozva. Tobi, sipírsz. Szerintem át fog fordulni nem azonnal. Nem fog. Apa! Apa! Azt a mindenit! Jézusom! Hullámokat hogy bírja? Ne! Azt a mindenit! Bírja. Bírja. Bírja, nézd, és a cunamit, átmegy, nézd. És amúgy átmegy a cunamit. Az ipari ragasztó, apa. Ez itt az ipari ragasztó. Ez egybe van. A Cellux mindent megold. Amúgy tényleg egybe van. Vaterán jó pénzért tudtok licitálni. Ha valaki be akar venni, licitálnak rá, és nem most fog kikerülni a kukába ugyanúgy. Nem. A tesóim, jótékonyságit jó, hogy kivenne meg egy ilyen szar. Köszönjük nektek a figyelmet. Iratkozzatok fel. Mostantól ilyen műsorokat láthattok itt. Ennél csak színvonalasabbakat. Nem ígérjük. Nem ígérjük. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok. Sziasztok. Hello.